Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A mai heti portré vendége Komáromi Erzsébet Katalin, művészetterapeuta, az Átkelő Galéria vezetője, akivel a művészetterápia céljairól és hatásairól beszélgettünk. Erzsi, milyen módszerei vannak a művészetterápiának, és milyen célkitűzésekkel indítasz művészetterápiás csoportokat? A művészetterápiának először is sokféle ága van. Van zeneterápia, képzőművészetterápia, mozgás- és táncterápia, és az utóbbi években ez a paletta egyre burjánzik, egyre szélesedik, hála Istennek. A lényege a dolognak az az, hogy verbálisan nehezen megközelíthető tartalmakat sikerül áttételes módon más nyelven kifejezni, megfogalmazni táncba, mozgásba, zenébe és képzőművészetbe. Én ennek a palettának a képzőművészeti ágát viszem. És mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél nagyon érdekes megtapasztalnom azt, hogy aki vizuálisan vagy nem képes, vagy nem akar megnyilvánulni, nagyon erősen, tudatosan blokkolni is akar tartalmakat verbálisan, az gátlás nélkül ki tudja fejezni magát rajzba, festészetbe és egyéb modulokban a művészetterápia berkeiben. Ugye különböző mentális betegségekkel élő emberek azok, akiknek segíthetnek a művészetterápiás módszerek, akár ugye a képző művészet. Milyen módon történik ez pontosan? Tehát hogy lehet felépíteni egy artdrű művészt? A terápiának soha nem célja az, hogy valamiféle művészet oktatást csináljon, az sem célja ebből következően, hogy árművészt építsen föl. Ezek olyan véletlen adottságok egybeesése, ami az én több mint 20 éves praxisomban is nagyon ritkán jelent meg, hogy valaki valóban művész lett. Én azt szoktam mondani, hogy ezeket az alkotókat, én nem is árművészt alkotóknak hívom, hanem ők artézi művészetet hoznak létre. Mi a különbség? A árbrüt kifejezés az világszerte használatos is ismert. Az artézi kifejezést én illesztettem a klienseim képei mellé. Az artézi út az nagyon-nagyon érdekes. A Földnek a nagyon mély rétegeiben lezárt lencsékbe vannak a vizek, és méghozzá kő veszi körül. Tehát az ott lent, egy nagyon-nagyon mély rétegben ott van. És amikor ezeket a lencséket egy fúróval elkapják, akkor fölszökik a nagy nyomás alól, fölszabadul, fölszökik a víz, és iszonyú erővel kitör. És hogy az is egy annyira szép dolog szerintem, hogy például artézi kutakat a legjobban a sivatagokba lehet fúrni. Én egész elképedtem ettől, amikor hallottam. Ez szimbolikusan érthető azokra az emberekre is, akikkel én dolgozom. Mert hogy váratlanul és egyszer csak olyan mély rétegeket tudunk elkapni, ahonnan tényleg úgy tör föl a víz, mint az artézi kútból. Úgyhogy ezért nevezem artézi művészetnek azokat az alkotásokat, vagy azokat az alkotókat artézi művésznek, akik ilyen véletlenszerűen és nem várt módon tudnak megmutatni mély tartalmakat. Tehát tulajdonképpen a művészetterápia célja nem művészek kiképzése vagy képzése, hanem egyfajta önkifejezési módszer ez. Milyen eredményeket lehet elérni ezzel az önkifejezési módszerrel, tehát hogy milyen konkrét változások állnak be a klienseknél, akik ilyen jellegű kezelés alatt állnak? Még egy icipicit visszalépek, ha megengeded. A képzőművészetterápia az is egyfajta kommunikáció, egy vizuális kommunikáció.
a képek által valaki közöl valamiféle tartalmat. A művészetterapeuta pedig a képeknek a kifejezése alapján a alkotónak a hozzáfűzött magyarázatai alapján és a alkotónak a jelensége, a jelenléte, hogy ő miként van ott jelen, mind ebből dekódolni próbálja a képeknek a jelentését. És ilyen formában a vizuálisan megjelenő üzeneteket verbálisan is megközelítjük, és próbáljuk megérteni bizonyos érzéseket, indulatokat tudatosítani ezáltal. És éppen itt van a gyógyító jellege a képek létrehozásának és a képekről való diskurzus az, ami ezt megtámasztja. Bizonyos tudattalan tartalmak megjelennek a képen, amiről azután lehet beszélni. És hogy az is zseniális ebben, hogy azok a igazán tudattalan tartalmak, amik megjelennek a képen, hogyha ránézünk, akkor az már egy külső tartalom. Az alkotónak nem magáról kell beszélni, hanem egy tőle független képről kell beszélni, és így sokkal leplezetlenebbül és őszintében tud beszélni. Egy kicsit el van távolítva tőle. Jó lehet az ő érzéseiről, gondolatairól, hangulatairól, indulatairól van szó. Tehát igazából ez a módszer, ami meghúzódik mögötte. Igen. Milyen utat jártál be addig, amíg művészetterapeuta lettél? Hogy lett belőle művészetterapeuta? Éppen most voltam a családommal egy nagy-nagy találkozón. Az én családom nagyon nagy, vagy 150 ember ott volt, és a unoka hugaim is ugyanezt kérdezték, hogy hát mondd már meg, hogy hogyan lettél te művészetterapeuta. És olyan érdekes, hogy akkor ugye elkezdtem nekik mesélni, és valahogy akkor tudatosodott bennem az, hogy voltak éppen én az egész életemben erre készültem. Elkezdtem fiatal koromban rajzot tanítani. Akkoriban 30-35 gyerek volt egy osztályban. És aztán úgy alakult, hogy egy budai kis iskolába áthívtak helyettes tanárnak, ahol 8-13 gyerek volt egy osztályba. És hát megdöbbenve láttam, mondjuk, hogyha egy kicsit átgondolom előtte, ez nyilvánvaló lett volna, hogy hát egyszerűen az csoda volt ott tanítani. Egészen személyes légkör volt. A 30-35 gyereknél egy év alatt sem tudtam megtanulni heti egy órában, hogy az a gyerek, aki ott a legeslegutolsó padban ül, azt vajon hogy is hívják. Tehát számomra akkor tudatosodott, hogy nekem ez az út, ez járhatatlan. Tehát, hogy én az oktatásban, tanításban is a személyességet keresem. És akkor, amikor lejárt ez a szerződésem, ott hagytam ezt az egészet, és akkor hát ez a 70-es évek eleje volt. Elmentem a 8. kerületbe, és ott művelődési házi keretek között összegyűjtöttem ilyen leszakadó, mindenki által ostorozott gyerekeket, akiknek elkezdtem csinálni képzőművészeti szakköröket. És hát azt nagyon-nagyon élveztem, és akkor látta meg először, hogy mekkorát lehet húzni ezeken a gyerekekkel. Egyszerűen avval, hogy van hová tartozni, hogy feladat van, munka van, és egy szerethető légkör van, ahol őt is elfogadják, szeretik. Aztán volt egy kis kitérő, mert csak ezután iratkoztam be az Iparművészeti Egyetemre, és egy darabig szabadúszó művészként dolgoztam. De ezeket a szakköreimet nem hagytam el akkor már soha. És akkor az egyik művész kolléganőm, drága Manninger Márika, aki a OPNI gyerekosztályán dolgozott, művészetterapeutaként elhívott, hogy segítsek neki. Megijedtél ettől a feladattól, vagy ez itt egyből természetesen jött, hogy megyek és csinálom? Nagyon jó kérdés. Nagyon megijedtem.
Hát először elmentem és körülnéztem, és azt mondtam, hogy én nem, ez nekem sok lesz. Én ezt nem. Annyira, hogy mondjam, annyira megrázott az a helyzet, hogy a gyerekeket ilyen módon látom. Szóval azért az egy nagy ugrás ahhoz képest, hogy a városba összeszedtem ezeket a kóbor gyerekeket. És képzeld el, hogy egy évig nem is mentem oda. Lapítottam egy évig, egy szót nem szóltam, hogy jövök, nem jövök. És szóval rettenetes taszítás volt bennem is. És akkor végül is mi volt az, ami abba az irányba vitt, hogy mégis belekezdtél? Közben mindig az motoszkált a fejembe, hogy hát, hogy voltak éppen nekem azért mégiscsak kincs van a kezembe, és hogy az nem szép dolog, hogyha a zsebembe rejtegetem a kincset. És akkor, de tényleg egy évig ez így egyfolytában ment a fejembe. És akkor azt mondtam Márikának, hogy jövök. És akkor jöttem, és hát egy jó 22-23 évet ott ragadtam, és teljesen ott ragadtam. Hogy emlékszel az első napra, amit az Opniban eltöltöttél, mint művészetterapeuta? Hát így pontosan az első napra nem emlékszem. Inkább egy ilyen masszává összeálló benyomásról tudok beszélni az első évből. Hogy hát fogalmam se volt, hogy mit kellene csinálni ezekkel a gyerekekkel egyáltalán. Hát volt valamiféle tapasztalatom, hogy a gyerekekkel tudok dolgozni, és jó a gyerekekkel dolgozni, de hogy konkrétan ezeknek a gyerekeknek hogy fogok segíteni, arról fogalmam se volt. És akkor az első években mindent megengedtem, de mindent. Mert hogy, és ez egy teljesen önkéntelen lépés volt tőlem. Később rájöttem, hogy hát persze, hát ez kellettenem, hát így ismerhettem meg őket. A legalapvetőbb impulzusaikat bemutatták nekem, és én tőlük tanultam meg, hogy mit, hogyan lehet csinálni. De egy évig, vagy talán lehet, hogy két évig is mindenki azt csinált, amit akart, mindenkit abban támogattam, ami neki jó volt, ami az ő vágya volt, az ő óhaja volt. Hát volt olyan fiú, akit nem lehetett semmilyen csoportba integrálni, egy nagyon helyes kavasz fiú volt egyébként. Bejött a csoportszobába, és talált egy zsák ilyen vékony bőrt, műbőrt. És amikor meglátta, azt mondja, na akkor én már tudom, hogy mit fogok csinálni. Hát ebből kesztyűt fogok varni. Egy kicsit meglepődtem, de hát gondoltam, hogy na hát hajrá Krisztián, akkor hogy képzeled a kesztyűt, hogy csináljuk? Segítek nagyon szívesen, de hogy tényleg megvarta a kesztyűt. Méghozzá úgy, hogy ezeket a csíkokat így a ujjaira rátette, és akkor így rögzítette két gyűrűvel, és utána ez ide is lejött, ezek a csíkok, és akkor itt a csuklóján is rögzítette. Zseniális kesztyű. De miközben ezt csináltuk, aközben beszélgettünk, aközben ő megizlelhette azt, hogy ő még egy ilyen lehetetlen gondolatot, amivel még én se tudtam igazán hinni, hogy ő azt levezényli, ő megcsinálja, ő erre is képes. Ez alapvetően egyébként nagyon fontos a terápiás munkában, ez a fajta támogatása a személyiségnek, hogy erős vagy, meg tudod csinálni, meg tudod magad mutatni, túl tudunk lépni mindazon a rossz érzéseden is, ami jelen pillanatban itt van. Tehát, hogy erőt adni. Mi lett az általad kezelt gyerekekkel, illetve hát ahogy cseperedtek, fiatal felnőttekkel, miután bezárták az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet? Hát sok volt gyerekem, már találkoztam felnőtt páciensnek is. Többen megfordultak itt a átkelő galériában is, de hát persze nagyon sokukról nem tudok semmit.
ott az a pillanat az volt fontos, amikor mi ott találkoztunk. És hogy akkor tudtam őket támogatni. Én azt gondolom, nekik is az volt fontos, és nekem is az volt fontos. Kell tudni, el is engedni őket. Lényegében ezt a művészet-terápiás programot, amit az Opniban eltöltött éveid, évtizedek alatt kidolgoztál, ezt miután az intézmény bezárt, kihoztad, és itt az átkelő galériában, ugye védett átkelő program sorozat néven létrehoztad. Ezt elmondhatjuk erről, hogy ez egy mintaprojekt, nem csak Ferencváros nézve, hanem az egész országot nézve, ami itt most lezárult. Mennyiben volt más egy külső helyszínen, itt az átkelő galériában egy ilyen programot levezényelni, mint annak idején az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben? Hát alapvetően a kórházakban a kezelésnek az egyik része volt a művészetterápiás foglalkozáson való részvétel. És nem feltétlenül választotta önként az, aki megjelent a foglalkozáson. Nem az volt ott se a cél, hogy a kliensek a ágyukon heverjenek, hanem egész nap nagyon színes és támogató programokkal igyekeztek a személyiségüket megerősíteni. Tehát ez teljesen rendben volt ez a dolog, hogy miben más ez a hely. Ez egy galéria, ez egy civil közeg, ez egy kulturális centrum. Ide, aki eljön, akár nem is betegként van itt jelen, hanem alkotóként van jelen. Tehát ennek van egy olyan kuratív ereje, ami egy nagyon gyümölcsöző munkának az alapja. Más a köztünk levő viszony is. Az Opniba egy voltam a kezelő személyzetből. Itt egy kicsit közelebb tudok lépni a pácienseimhez, és ezáltal ők is jobban ki tudnak nyílni. És annyira, olyan hihetetlenül lelkesek, annyira odaadják magukat ennek a fajta önkifejezésnek, hogy én magam is minden alkalommal elcsodálkozok. Ezen kívül nagyon fontos része az, hogy ez egy külső helyszín, és ők a saját választásuk alapján jönnek ide. Tehát ők interneten meglátnak, ismerik a galériát, hallottak róla, betegtársakról, és akkor jelentkeznek és eljönnek. Tehát teljesen önkéntes a dolog. Szerintem ez is nagyon fontos. És a másik a civil helyszínek a varázsa. A védett átkelő projekt lezárult, tehát hogy ennek az első üteme. Milyen eredménnyel zárult ez a projekt? Az annyira különleges és egyben megható volt, hogy annyira természetesen és mélyen és őszintén megnyíltak itt egymásnak. Egy csomó olyan balaszt le tudott menni emberekről, ami akár évtizedes megkövesedett trauma volt rajtuk. Volt olyan páciensem, 49 éves skizofrén beteg, akinek 30 éves betegség múltja van, és ő azt mondta, hogy ő az egészségügyből még ennyi támogatást soha nem kapott, mint amit itt kapott 16 hét alatt. És az az érdekes, hogy voltak éppen csak a képekről beszélünk, és a képeken megjelenő tartalmakról beszélünk. Ez a hölgy nem volt képes, nem volt hajlandó sötét színeket használni. És el is mondta, hogy azért, mert hogy a sötétben ott van az ő betegsége, ott van az ördög, és minden olyan dolog, amit az életben mindenképpen el kell utasítani. És függetlenül attól, hogy ennek mi a tartalma, ennek amit ő mondott, én a képek nyelvén közelítve válaszoltam neki, hogy hát a
az életben is ott vannak a sötét dolgok, meg a világosak egyszerre. Sőt, minél erősebben süt a nap, annál erősebb vetett árnyékok vannak mindenütt. Ezen kívül, hogyha nem lennének árnyékok, akkor a tárgyakat se értelmezhetnénk, mert az árnyékok által értelmeződik minden téri forma. És annyira érdekes, hogy elkezdte ő is használni a sötét színeket, és annyira pontosan megfogalmazta, én nem tettem erre utalást, de annyira világosan és pontosan megfogalmazta, hogy mióta használja a sötét színeket is, és nem fél tőle, nem ördögtől valónak gondolja, azóta úgy érzi, hogy a betegsége által létrejövő szerencsétlen helyzetét is jobban el tudja fogadni. Ezen kívül hozzátette, hogy azóta felkereste a régi barátait, akiket elhagyott 20 évvel ezelőtt, és újra felvette velük a kapcsolatot, mert hisz, igen, van nekem a betegségem, de attól én még ugyanaz az ember vagyok, aki akkor voltam. Óriásiakat lehet lépni, elképesztő. Nagyon, nagyon szép és megható volt ez. Lesz második felvonás a védett átkelő projektnek? Indul újabb csoport? Tervezitek? Ez igazából nem az első felvonása volt, mert egyszer kaptunk a Norvég Civil Alaptól támogatást, és akkor már ment egy évig. Én ezt mindenképpen folytatni akarom. Amikor nem volt pénzünk, akkor minimális belépővel folytattam a projektet, mert hogy terembérletet, fűtést, világítást kell fizetnem, anyagokat meg kell vennem, tehát minimális hozzájárulást kértem, és akkor is működött ez a program. Ez most már 3-4 éve megy, és egyre többen megismerik, egyre többen jönnek, és úgy érzem, hogy az átkelő galéria voltak éppen ettől kelt életre, és ettől él itt a belvárosban is.